Hivatali vesztegetés gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő, a Lánchíd felújítása kapcsán kialakult fővárosi számlagyár ügyében. A kormányzati ellenőrzési hivatal pénteken közzétett részjelentése szerint Karácsony Gergely vezetésével a főváros csaknem 1,5 milliárd forintot játszott át magánszámlákra az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből. Erről lesz szó a következő percekben, Titanilla. Nagyon érdekes és fontos témával megyünk tovább. Vendégem Budai Gyula, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hónapok óta előttünk van ez az ügy, ez a fővárosi számlagyár hitpénzbotrány ügye. Ugye újabb és újabb fejlemények láttak folyamatosan napvilágot, és most legutóbb ön egy videóban arról beszélt, hogy újabb információk birtokába jutott, amelyek még tovább gördítik ezt az ügyet. Milyen információk ezek, illetve hogyan jutott ezekhez hozzá? Az elmúlt napokban kaptam egy levelet, amelyben elég konkrétan közölnek velem tényeket a Lánchíd felújításáról, és az e-mailben érkezett a levél egyébként. Én arról vagyok, hogy így mondjam, ismert, hogy az elszámoltatást 2010 és 2012 között hozzám kötötték, vagy kötik még a mai napig, és rengeteg ilyen bejelentést kapok, amiben különböző ügyekre hívják fel a figyelmet, és kaptam egy ilyen levelet a Lánchíd felújításával kapcsolatban, és ezt elolvasva én is olyan új információk birtokába jutottam, amit egyébként a mai nap abban a videóban el is mondtam, amire itt hivatkozott. És én azt gondolom, hogy ezek az információk megalapozzák azt, hogy a tegnapi napon hivatali vesztegetés miatt büntető feljelentést tettem a Nemzeti Nyomozóirodához, illetve csatoltam azt a levelet, amit egyébként most elhoztam magammal a feljelentésemhez, és kértem a hatóságot, hogy vizsgálják ki. Ami egyébként új információ a sajtóban megjelentekhez képest, illetőleg ugye a napokban jelent meg a KEHI-nek, kormányzati ellenőrzési hivatalnak a jelentése, amely elég konkrétan behatárolja azokat a pénzmozgásokat, amit a Lánchíd felújítását végző Ahíd ZRT és a Wigmore ügyvéd cégek között történtek. Ugye ebben ez konkrétan megalapítást nyert, hogy az Ahíd több alkalommal 1,5 milliárd forintot utalt Wigmore Kft.-jének. Az első utalás az 2020 novemberében, a legutolsó pedig 2022 januárjában volt, és ez 1,5 milliárd forintot tett ki, és ebből az összegből egyébként Wigmore átutalta a cégétől a magánszámlájára és az ügyvédi letéti számlájára, majd amikor megszűnt az ügyvédi kamarai tagsága, belépett egy új ügyvéd, Hegedűs Dániel, akinek szintén egyébként a Wigmore cége 500 millió forintot utalta az ügyvédi letéti számlájára, és ezt is fölvették készpénzben. És ez a levél azt az információt tartalmazza, ami miatt egyébként feljelentést tettem, hogy Wigmore a Mamut Bevásárló Központban járt elszámolni egy vagyonvédelmi céghez, és ez a vagyonvédelmi cég kapcsolatban áll az Ahíd ZRT-vel, és Wigmore a vagyonvédelmi cég vezetőjével számolt el. És még plusz új információ, hogy ezekből a pénzekből, ami az elszámolás során ehhez a vagyonvédelmi céghez jutott, jelentős összegű készpénz áramlott a fővároshoz. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan információ, amely mellett egyébként nem lehet elmenni, és ezért tettem büntető feljelentést a tegnapi nap. Ugye eddig több nyomozás is folyik az ügyben, de a hivatali vesztegetés tényállása eddig még nem szerepelt ezek között. Elvileg akkor ebben az ügyben is indulhat nyomozás? Ez mikor dől el? Én kíváncsian várom a nyomozóhatóság reakcióját ebben a kérdésben. Ugye az alapügy, az, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál folyik nyomozás, költségvetési csalás miatt Wigmore és társai ellen, ugye egy számlagyárból indult az egész dolog, különböző fiktív számlákon bukkott meg ez az úgynevezett bűnszervezet, és ebből bontakozott ki egyébként az egész hitpénzbotrány, vagy a Lánchíd felújítással kapcsolatos botrány, és azért mondom, ez egy teljesen új dolog, amit a levélíró közöl velem. Természetesen
az nem az én feladatom, hogy ebben az ügyben nyomozást folytassak, mert parlamenti képviselőként elég korlátozottak a lehetőségem, azért van a nyomozó hatóság, azért kértem meg a nyomozó hatóságot, hogy ezeknek az információknak a birtokában indítsák el a büntetőeljárást. A levélíró egyébként névtelenségbe burkolózott, vagy egy olyan ember, aki megnevezi magát, és ő is közel áll valahogy a történtekhez, vagy köze van a történtekhez? A levél tartalma alapján úgy néz ki, hogy nagyon benfentes információkkal rendelkezik, tehát olyan konkrétumokat közöl, ami egyébként az én számomra, mint korábbi büntető ügyvéd számára azt igazolja, hogy ő nagyon pontos információkkal rendelkezett, nagyon pontosan tudta, hogy milyen pénzmozgások vannak itt a Láncid felújítással kapcsolatban, és ezért lehetett, hogy ilyen pontosan meg tudta nevezni azokat a szereplőket, akik egyébként érintettek ebben az ügyben. Említette itt a KEHI vizsgálatot, és azért is volt érdekes ezek a dátumok, amiket a KEHI közölt, mert hogy ugye eddig Karácsony Gergely főpolgármester azzal védekezett, hogy a pénzmozgások, a vélt vagy valós pénzmozgások nem egy időben történtek a híd felújítási munkálataival. A KEHI vizsgálat viszont ezt megcáfolta. Nagyon is egybe esnek ezek az időpontok. Hogy látja a főpolgármester kommunikációját, vagy hozzáállását ehhez az ügyhöz? Hát ugye azt nem várhatjuk el Karácsony Gergelytől, hogy kijön és azt mondja, hogy hát elnézést kérek, hibáztunk, és valóban így történt. Láttuk az elhíresült Városháza tervezett eladása során is mindenféle mellébeszélés történt, akármilyen konkrét bizonyíték látott napvilágot. Valóban a KEHI vizsgálat az teljesen lerombolta Karácsony Gergelynek a védekezését, az érvelését a Lánchíd felújításával kapcsolatban. Teljesen egyértelmű, hogy azok a dátumok, amelyek a KEHI vizsgálatban szerepelnek, akár a pénzmozgások tekintetében, akár a közbeszerzési döntések tekintetében, akár a szerződéskötés tekintetében, az teljes mértékben egybeesik azokkal a pénzmozgásokkal, ami az A-Híd ZRT és a Wigmore által tulajdonolt Sunstrike nevű KFT közötti pénzmozgások tekintetében meghatározható. Én azt gondolom, hogy elég egyértelmű a helyzet, pontosan ezért van jelentősége ennek a levélnek, és egyébként pontosan azért van jelentősége egy újabb nyomozásnak, amit a Nemzeti Nyomozóiroda fog lefolytatni, hogy ezeket a nagyon pontos körülményeket tisztázzák, és mindenképpen Karácsony Gergelynek erre valamit mondani kell, mert nem lehet elmenni az mellett, hogy valaki azt állítja, hogy azokból a pénzekből, ami a Wigmore magánszámláján, illetve ügyvédi letéti számláján landolt, és azt készpénzen fölvették, majd visszavitték az A-Hídnak egy biztonsági cégen keresztül, és ebből a fővárosnak is jutott, tehát erre azért valamit Karácsony Gergelynek mondani kell. Nagyon szépen köszönjük, Budai Gyulának. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.